Para todos. US! Roma! US! Roma! US! Roma! New York, kőkemény hátvéd következik. Kádár! Roma! Kádár! Roma! Kádár! Roma! Gyere, Tomi! Kiváló debreceni védővel megyünk tovább. Korhut! Yeah! Korhut! Yeah! Korhut! Yeah! És aki a szívét, lelkét a pályára tette, akinek nem volt elveszett labdája, Lang! Ága! Lang! Ága! Lang! Ága! Érkezünk a középpályára, arra a középpályára, ami valami elképesztő jól teljesített. Hatossal lépett pályára a Diós Györgyiek kiválósága. Elek! Ákos! Elek! Ákos! Elek! Ákos! És Ákos nem egyedül érkezik. Most egy fiatal embert szeretnék a színpadra szólítani, aki megjárta Angliát, aztán hazatért, hogy bajnok legyen a Fradival, és hazatért, hogy az Európa-bajnokságon fantasztikus teljesítmény nyújtva segítse a magyar labdarúgó válogatottat. Gera! Zoltán! Gera! Zoltán! Gera! Valósággal csodát tett a csapattal. Rengeteg olyan húzása volt, amit sokan talán kritizáltak, sokan talán nem is értettek. Az egyik ilyen volt a következő fiatalember, aki valami fantasztikus teljesítményt nyújtva hozzásegített minket ahhoz, hogy egyáltalán ott lehessünk az Európa-bajnokságon. Szerintem már mindenki tudja, hogy ki következik. Klein Hensler! Klein Hensler! Klein Hensler! Lacika! Egy újabb kiváló középpályásunk, aki nagyon-nagyon aktívan kivette a részét mind a védekezésből, mind a támadás építésből. Lovrencsics! Gergő! Lovrencsics! Gergő! Lovrencsics! Gergő! Gyere, Éli! Egy ifjú játékos, aki pár évvel ezelőtt még majdhogy nem abba hagyta a labdarúgást. Aztán volt egy kis külföldi kitérő, jött a Ferencváros, bajnoki cím, kupagyőzelem, válogatottság, és most már kihagyhatatlan alapember, Nagy!